Kokasnyi Blazsán Mónika és Kőha Miriád a vendégünk, akiket szeretettel köszöntünk. Megnyílt a jégpálya, nagyon várták azt gondolom a nyíregyháziak. Rögtön nagy roham volt az első napokban? Mi volt a tapasztalat? Hát igen, gyakorlatilag most már évek óta az a visszacsatolás, hogy nagyon várja a nagy közönség a jégpálya megnyitását. Egy olyan teret tudunk biztosítani a fiataloknak itt téli időszakban, ahol esténként tudnak találkozni, és egy nagyon jó kombót alkot ez a dolog, mert a sportolással össze tudják kötni. Így volt ez hétfőn is, 14-én, amikor megnyitott a jégpálya, és hát közel 600-an rohamozták meg a pénztárakat. Úgyhogy fel vagyunk készülve arra, hogy ez az egész héten, sőt az egész szezonban így lesz. Akkor egy igazi közösségi tér lett. Így van, nyilvánvaló, hogy a sport mellett a közönség is mindenféleképpen szerepet vállal a jégpályánál, és hát továbbra is szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, családokat, esetleg idősebbeket, akik szeretik ezt a sportot űzni. Ugye nagyon várták már a jégkorongozók is, nagyon várták már azok is, akik a közösségi korcsolyákon szeretnek részt venni, de hát várják azokat a programokat is, amiket mondjuk megszoktak az elmúlt években. Rögtön most innen ti rohantok tovább, hiszen lesz majd az Ice Party. Ez az első ilyen nagyobb rendezvény? Ez az első, igen. Ez lesz a szezonnyitó Ice Party, amire várunk mindenkit sok szeretettel. Ez november 18-án pénteken 7 órakor fog kezdődni, egészen este 9 óráig. A zenét Heldens fogja szolgáltatni, aki a fiatalok egyik nagy kedvence. És természetesen lesz tombola is, tehát akik kiérkeznek és a jégre mennek, mindenki egy tombolát fog kapni, és különböző nyereményeket fogunk kisorsolni. Hogy kell ezt elképzelni? Hát szól a zene, a DJ zenél folyamatosan, és akkor 2 órán keresztül megállás nélkül lehet korizni? Igen, és a fiatalok ezt ki is használják, mert a DJ-hez oda szoktak menni, és számokat is kérnek. Uh-huh. És akkor így a kedvencük fog elhangozni. Tehát kvázi olyan, mint hogyha egy klubba mennének el, csak ez most jégen és korcsolyával. Megmozognak is közben. Igen. Terveztek még hasonlókat? Tavaly is volt, azt hiszem, White Party-tól kezdve nagyon sok hasonló. Így van, a teljesség igénye nélkül folyamatosan próbáljuk december végéig programmal felruházni a jégpályát. Természetesen az elmaradhatatlan Mikulás Partit tervezünk. Lesznek jégtusa versenyeink kimondottan középiskolásoknak. Idén hatalmas sikerrel zajlottak elmúlt évben az általános iskolák részére, most nyitottunk a középiskolás tanulók felé. Ez egy tipikusan sor- és váltóversenyeket, játékos ügyességi feladatokat tartalmazó versenysorozat, ami szintén a délelőtti órákban a jégpályán lesznek, és én ezzel kapcsolatban szeretném biztatni azokat a testnevelő kollégákat, akik indítást éreznek a téli sportok iránt, hogy hozzák a gyerekeket, mert továbbra is lehetőség van rá reggel 8-tól délután 3-ig minden hétköznapi napon a testnevelés órákat, esetleg az osztályfőnöki órákat a jégpályán megtartani. Sokan azért nem mennek, mert nem tudnak korcsolyázni. Van arra mód, hogy valaki megtanuljon mondjuk most ilyen rövid idő alatt korcsolyázni? Tehát tudtok hozzá esetleg szakembereket ajánlani? Természetesen az előbb említett iskolai korcsolyázások keretén belül is van lehetőség kollégáim részéről korcsolyoktatásra, de mind a Jégsport Egyesület köznapi nevén a Solymok, mind pedig a Nyíregyházi Sportcentrum szervez ebbe a ciklusba korcsolyi oktatásokat, és ezeket pedig a közösségi média felületein lehet olvasni, és ott lehet tájékozódni és jelentkezni rá. Ha valaki még soha nem járt a jégpályán, bár bízunk benne, hogy nem sokan vannak ilyenek, mire készüljenek? Nem kell beruházni, ugye rögtön egy drága korcsolyába, hanem ebben is tudtok segíteni, tehát van kölcsönző is. Igen, kölcsönözni is lehet, tehát nem kell egyből egy drága korcsolyát megvásárolni, és aki természetesen szereti, az továbbra is biztosítjuk annak, hogy tudjon korcsolyát kölcsönözni, illetve akinek már van, és esetleg nem olyan éles a korcsolyája, az hétköznaponként tud korcsolyát is élesztetni a pályán, tehát minden lehetőség adott arra, hogy jól érezze magát valaki, aki kiérkezik a városi jégpályára. Ha valaki meg nagyon megszereti a korcsolyázást, csatlakozhat akár a Sportcentrum jégkorong csapatához is?
akár a jégkorong csapatához, akár a tavaly alakult műkorcsolya szakosztályhoz is, hová továbbra is várjuk azokat a kislányokat, sőt fiúkat is, akik szeretnének egy olyan sportágat kipróbálni, ami nagyon mutató szerintem a jégen, de természetesen aki bátor fiú és kislány, az pedig a jégkorongba is bekapcsolódhat. Nem titok, mi Ricsivel azért kedveljük a téli sportokat, és sokan úckodnak a gyereket elengedni, hogy azt mondják, megfázik a jégen, hideg van, stb. Talán a statisztikák épp ellenkezőleg azt mutatják, hogy ott kevesebb a baktérium, míg talán a tél is könnyebben elmegy, itt a nehéz időszak, a sötétség, egy ilyen sportolás a sieléssel, korcsolyázással. De mint egykori gyakorló testnevelő, mit tapasztalsz? Hát így van, rengetegszer esnek a szülők abba a hibába, hogy ugye meghalva, hogy korcsolyázni, síelni megyünk, felöltöztetik rétegesen a gyereket, néha már túlzottan is, és hát inkább abba fázik meg, hogy nagyon kimelegedik, és utána esetleg a hideggel való találkozás során érheti a betegség. A jégpályán biztos, hogy nem fog megfázni, ha aktívan azt a másfél-két órát végig korcsolyázza bárki, amire lehetőség van egy-egy ciklusban. És hát van lehetőség, hogy melegedjen, egy picit pihenjen, jön egy teát esetleg, vagy egy forró kakaót, forró csokit felnőtteknek, hogyha elmennek, esetleg egy forralt bor, vagy olyan, ami egy kicsit még aktívabbá teheti az estét? Sajnos, mivel sportlétesítményről van szó, én is sokszor fagyoskodtam már a jégpályán nézőként, és próbáltam magamhoz venni egy kis forralt bor, de sajnos ez nem megoldható, nem árulunk szeszes italt. A Mónika előbbi eszmefuttatására hivatkozva hasonló, mint egy diszkó, azzal a különbséggel, hogy itt nem lehet hozzáférni alkoholhoz. Megpróbáltuk a dohányzókat is kiszorítani a jégpályáról, külön a jégpályán kívül dohányzó helyet biztosítottunk, mert próbálunk a sportos és az egészséges életmódnak szerepet vállalni, és ebben példát mutatni. Furcsa volt ez a kettősség, hogy miközben a többi létesítménnyel mindenki azért szurkolt, hogy maradjon ez az enyhébb időjárás nektek, meg tulajdonképpen az a jobb, hogy ha beköszönt az igazi tél, akkor kevesebb energiát kell ugye felhasználni. Így van, ez nagy dilemma volt számunkra, de hát ilyen az élet, két olyan épületet üzemeltetünk, amiben pont ellentétes feltételrendszer van. A jégpályán ugye a hideget vártuk, a Continental Arénában a minden később beköszöntő hideget próbáltuk elérni. Hát most már azért láthatóan eljött az az idő, amikor meg lehetett csinálni és elő lehetett készíteni a jégpályát. Úgyhogy bár most is 100%-on mennek a gépek, de én bízom benne, hogy egyre kevesebb energia szükséges majd ahhoz, hogy megfelelő minőségű jéget készítsünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Hát most nem is tudom, mit kívánjak, hidegebb telet, vagy maradjon ez az enyhébb, valahogy a kettő között, és akkor mindenki jól jár majd.